úgy tűnik, erős úgy tűnik, hogy a magyar vezetés most már réges-régóta, évtizedek óta egyszerűen nem tesz semmit annak érdekében, hogy Magyarország helyzete javuljon. Hiába nincs egy normális futballcsapatunk, nincsen hajógyárunk, cukorgyárunk, semmi nincs, és mintha a magyar politika és a vezetés azon mesterkedne, azon iparkodna leginkább, hogy ne is legyen. Tudva lévő, hogy mindent eladtunk, ami ezzel kapcsolatos, persze eladták a kedves elvtársak, a rendszerváltás utáni szocialista, kommunista vezetők, a Horn kormány, a Gyurcsány, a Medgyes és a többiek, tehát a szocik. Nekik egyébként, tehát a Hornnak az volt a veszőparipája, azt hajtogatta, aki még annak idején látta a parlamenti közvetítéseket, meg az ilyen politikai sajtókat és interjúkat, hogy a privatizációt fel kell gyorsítani. Állandóan ezt szajkózta. Mondták a szocialisták, a szociálisan érzékenyek, a kommunisták mit? Azt, hogy a nagytőkének birtokolnia kell mindent. Tehát privatizálni, magántulajdonba kerülni. Nem nekünk, neked, nekem, az átlag magyar lakosságnak, nem. Hát azok hogy tudták volna megvenni egy forintért a gyárakat? Sehogy. Nem azért, mert hiányzott hozzá a forint, mert annyi még lett volna, hanem a kapcsolat nem jött össze. Ezért megkapták a politikusi holdudvarok, a berkek, és főleg a kommunisták, a szocialisták. Érdekes, hogy a polgári, Fidesz és egyéb keresztény demokrata dolgok, mintha ugyanahhoz a holdudvarhoz tartoznának mindannyian. Mintha itt lenne ez a színpad, biztos mindenki tudja az ilyen bábjátékokat, tessék, innen itt van a függvény és az egyebek, és a gonosz sárkányok összevesznek, lángot lövelnek egymásra. Csak hogy kiderül, hogyha a paravánt elmozdítanák, az ilyen függönyöket, meg egyebeket, az a bizonyos két gonosz sárkány, egy kétfejű sárkányban végződik, a teste egy és ugyanaz. Tehát ez nem egy egyfejű, meg egy egyfejű sárkány, nem egy nemzeti érzelmű és egy hazaláruló kommunista gyökér, hanem az a kettő egy és ugyanaz. Ez baromi nagy gáz. Erre rájönni. Persze erre már elég régóta rájöttek sokan. A kétfejű sárkány politikai hasonlatának ötlete Bereznai Andrástól származik. Ő közölte először ezt a fantasztikus észrevételt. A kétfejű sárkánnyal kapcsolatban Bereznai András esszéjét, a kibulizott országról olvastam először, majd leveleztem is vele a kérdésről, és nagyon érdekes, megfelelő hasonlatnak tartom ezt, a kétfejű sárkányt. Azt mutatja, hogy senki nem az, aminek mondja magát, és általában el lehet mondani az egész magyar politikáról, hogy semmi se az, aminek látszik. És hát ez lényegében áll az összes egyéb pártra, és hát az örökség föltétlenül ez, és a párt irányítása az, és az egész gondolkodásuk az, hogy fölülről lefelé. Az egész rendszerváltás van ez az alapvető probléma. Ez az, amit ez az egész társaság, akit én szívesen hívok ugye magam és barátom számára a sárkánynak, akiről hát mi magyarok tudjuk, hogy több feje van, és hát azért hívom a társaságot sárkánynak, mert úgy néz ki, hogy van egy test, egy akarat, egy együttműködés a kulisszák mögött, és a kulisszák előtt, amit a nép lát, az a sárkánynak egymásra tüzet okádó fejei. Tehát ez csak látszat. És pontosan ez a probléma. Az egész úgynevezett rendszerváltással, hogy fölről lefelé történt. Ez a garanciája annak, hogy ne lehessen demokrácia. Abszolút fordítva kellett volna, és ez nem véletlenül, ez szándékosan
mondjuk így szabotálták, akadályozták, meg alakították így a pártok, hogy ne történhessen meg, hogy gyakorlatilag a népnek ne lehessen önálló véleménye, ne tudja megfogalmazni, majd ők helyettük. Hogy teljesen világosan elmaradt mindenféle elszámoltatás, most bűnök voltak. Az nem egy egészséges dolog egy társadalomban, hogyha a bűnösök felelősségre vonása egyszerűen elfelejtődik. Nem megtorlásról van szó, nem ahogy nagyon fonákul beállították akkor a boszorkányüldözésről, mert nem boszorkányokról volt, hanem valódi bűnösök. Gyilkosságok voltak, másfajta bűnök voltak. A társadalomnak szüksége volt egy megtisztulási folyamatra, nem vérrel, nem, de igazsággal. Hogy érezzék az emberek, hogy róluk van szó, és hogy valaki most képviseli azt, amit ők mindig gondoltak, akármennyire is elfogyva. Úgy gondolom, közös megegyezés alapján a pártok. És persze nem ez az egyetlen ilyen típusú dolog. Egymást utálják az emberek az ő nevükben. Ez sikerült. Ezekkel nem mondok újra. De hát innen is föltűnő, hogy az ember csak úgy oda pislant arra, hogy mi folyik Magyarországon, hogy oké, van valamilyen kormány. Ennek a kormánynak az uralma alatt óriási korrupciós botrányok pattannak ki, aki éppen úgymond ellenzékben van, az nagyon hangosan kiabál, hogy mekkora botrány, és hogy milyen bűnök, és tettesek, stb. Aztán bíróság elé is kerül a dolog, közben új választás, ők kerülnek a hatalomra. Hogy nem, valahogy ezek az ügyek elszak. Nincs jelentős következményük, néha alacsonyabb rendű bűnösöket itt-ott becsuknak, de a legmagasabb valahogy elsimul. Nekem legalábbis én így látom ezt a helyzetet. És aztán ő alattuk van egy hasonló másik botrány, akkor a másik kiabál, és aztán később az simul el, és ez így megy tovább. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy itt kézkezet most alapon folyik az országlás. Hogy mit tehet az egyes ember, szerintem hazafias, demokratikus kötelesség nem szavazni. Félelemből szavaznak. Félnek a másiktól. Az áldemokratikus rendszerüket, az áltöbbpárt rendszerüket azzal legitimálják, hogy az emberek leszavaznak, és ettől és csiki-csuki van. Na most addig, amíg az emberek ebben a csapdában benne maradnak és szavaznak, addig ez örökké tartó, tehát meghosszabbítják ezt a folyamatot, és megy tovább. De hogyha volna egy ösztársadalom, rá is mennék, hogy nem, és hogy értelmetlen a szavazás ilyen körülmények között, mert beadták az embernek azt, hogy a demokrácia az ember a saját ízére, igencsak nem ilyen föltételek között. Hát itt nincs választás, itt úgy egy jelölt van. Mintha a média azon dolgozna, hogy minél értelmetlenebbek legyenek a politikai elemzések, kommentárunk, hogy akármi hangzik, a végső soron ne legyen értelme. Főleg újságcikkekben lehet ezt tapasztalni, hogy elkezdődik egy gondolat, átcsap valami másba, elmegy valami harmadik irányba, és az ember a végén, amikor befejezik, nem tudja, hogy most tulajdonképpen mit akart ez mondani. Közben nagyon erőteljesen szíd egyet vagy más, egy vagy másik pártot, embert, stb., de úgy tulajdonképpen az egésznek nincs értelme. Szóval ez az, amire gondolom, hogy álérvek, szempontok özöne van forgalomban, és meggyőződésem, hogy ezek már olyan mértékű, hogy ezt nem magától termelik ki teljesen a társadalom, bár az is megtörténhet, hanem legalábbis egy részét szándékosan generálják. Hát egyáltalán az, hogy micsoda abszurditás az, hogy rendszeresen elhangzik, egy kormány részéről, vagy azt képviselő emberek részéről, hogy követelik, hogy mondjon le az ellenzék vezetője, hát ennek nincs értelme. Természetesen egy működő parlamentáris országban az ellenzék követelheti a kormány lemondását, vagy egyik-másik személy lemondását a kormányból, annak a lemondását, akinek a vállán éppen a funkciójából kifolyólag felelősség van. De az ellenzék az csak egy párt, az csak egy ember, és azt nem lehet felelősségre vonni azért, mert nem kormányoz.
Tehát ez egy olyan szintű fából vaskarika, az a fajta mutogatás, amit a kormány mer megtenni az ellenzékkel szemben, amivel én nem az ellenzéket védem, mert meggyőződésem, hogy fordított esetben ők is ugyanazt megcsinálják. Én csak a magyarországi úgynevezett politika lehetetlenségére utalok, hogy ez egyszerűen nem értelmezhető, normális, demokratikus politikai fogalmak szerint. Itt valami másról van szó. És amíg úgy azt tetetjük, hogy demokratikus hát kódok, vagy fogalmak szerint próbáljuk interpretálni, vagy akarom mondani, lekódolni az eseményeket, sehova nem jutunk el. És az emberek ezt érzik, mindenki fél, mindenki a másik oldaltól fél. Ide tartozik az, hogy az a képtelen dolog, hogy a munkahelyek, a létbiztonság a pártokhoz fonódik. Hát ez nem így működik egy demokráciában, hogy van egy fideszes munkahely, meg egy MSZP-s munkahely, meg nem tudom milyenes munkahely. Hát ennek semmi köze hozzá, nem volna szabad. Csak hát amikor az emberek már a kenyerüket féltik, akkor persze nem azt nézik, hogy most akkor demokratikus szempontból kinek hogyan van igaza, hanem beállnak a sorba azért, hogy ne veszítsék el az állásukat. És azt védik. Hát ezek képtelen dolgok. És ezt valahogyan meg kellene állítani. De más nem tudja megállítani azt, hiszen bármilyen tétova reménységet itt utaltam valamit, hogy talán ez Európában nem megy, hát nem tudom. De igazából ezt az átlag magyar ember tudja megállítani. Receptet erre nem könnyű, nincs recept. De én úgy gondolom, hogy ez egy olyan logikus következtetés, amit le lehet vonni, amennyiben az igaz, amit mondok, és hát természetesen ez nagyon sok minden erre mutat. Tehát minden erre mutat, és semmi nem mutat másra. Tehát azt kell gondolnom, hogy így van, hogy ha egy ilyen áll-több párti rendszer van, hogyha egy gyakorlatilag egy darab sárkány uralkodik, és az ember ebben a csiki-csuki rendszerben a szavazatával legitimálja ezt a fajta uralma, akkor föl kell ébrednie, hogy ne szavazzon félelemből, amit most már tizenvalahány évet csinál, hogy csak úgy tűnik neki, hogy talán mégis jobb lesz a másik, de igaz, hogy nem szereti, de kevésbé fél tőle, és az a kisebb rossz, és arra szavaz. Hát az ember legyen következetés, amire úgy gondolja, hogy rossz, azt nem úgy nézze, hogy kisebb, hanem ne szavazzon rá, ne szavazzon semmire, ami nem jó, ami nem tetszik neki. És hogyha ha tényleg van egy ilyen összefonódás, és együtt csinálják, akkor ne szavazzon az ember senkire. És az a demokrácia egyetlen lehetséges megvédése, hogyha úgy gyakorolja a demokratikus jogát, hogy nem szavaz. Mert akkor nem szavazott rosszra, és nem tartósítja ezt a folyamatot a végtelenségig. És akkor ez az egész dolog, hogyha ha oda álmodjuk azt, hogy ezt fölismeri az átlag magyar, és nem megy el szavazni, és esetleg ebből egy mozgalom születik. És akkor kijön, hogy na jó, elment mondjuk 10% leszavazott, hát lehet, hogy jogilag meg tud alakulni egy kormány, de ezt mindenki fogja tudni, hogy nincs legitimitása, nincs mire hivatkoznia, és teljesen biztosan be fog indulni egy olyan erjedés, ami ezt lehúzza, és valami egész új konstellációt indít el, amikor az a reményem, hogy végre lentről fölfelé épülnének a dolgok. Különböző pártokba tartozó emberek együtt tüntetnek, ez reményt ad. Csak amit nem értek, és itt már tovább lépek, az, hogy miért olyan nehéz a magyar társadalomnak azt fölismernie, hogy ezt együtt kellene csinálni az országnak. Yeah.